Nagysármás területén, vagy egyáltalán a környéken évtizedek óta nem él zsidó, tehát nincsen zsidó lakosság. Ilyen szempontból az emlékezet ápolása, illetve a tényekkel való szembenézés az mindenek előtt a magyar, illetve a jelenleg többséget alkotó román lakosságra hárul. Emlékmű létezik Pusztakamarás határában, viszont azt is el kell mondani, hogy maga az élő emlékezete a tragédiának az nagyon homályos és a múltba vész. Nem lehetett azt mondani, hogy volt egy különös zsidó ellenesség. Ezt a politika szította fel. Már 43-44-ben édesanyám szolgált az egyháznál. Tehát ő átélte ezeket a dolgokat. Érdekelt főleg ez az egész zsidó ügy, mert senki nem beszélt róla. A kivégzés az nagyjából odakint történt a magaslaton, és hát úgy történt, hogy hozzávetőlegesen 40 katona vett részt rajta. Ezek vegyesen osztottak el, 10-12 zilahi csendőrök, főként erdélyi és székelyföldi katonaköteles férfiak voltak, illetve 30 katona második páncélos hadosztály különböző századaiból, és az ő tisztjeik. És hát a zsidókat, azokat lent a domb aljában őrizték, és 5-ös 6-os csoportokban vitték fel őket, félúton levetkőztették őket, elvették tőlük az értéktárgyaikat, majd két fent kiásott gödör szélére ültették, és géppisztoly sorozatokkal kivégezték őket. A közvetlen kivégzésben nagyjából 10 katona vett részt, és az intézkedő százados vallomása szerint ez nagyjából önkéntes módon történt, tehát a százados előre közölte velük, hogy kivégzés lesz, és az jelentkezzen, akinek van gyomra az ilyesmihez. Pe evrei i-au dus aici lângă fântână, cum ați venit, cu carele, ziua. Și când s-au făcut de s-au înserat, au venit cineva și o săpa gropci, acolo după dungă. Și când s-au înserat, eu trecut drumul, asfaltul. Și atunci când eu trecut drumul, plângeau, că știu că îi duce la moarte. A Varga családnak, a patikuséknak volt szőlőjük, ők dolgozták. Amikor megérkeztek Sármásra a csendőrök, eljöttek ide, itt lefoglalták az utcát, bekötöztek házakba, és itt a pincébe azt mondták, hogy itt volt a radiolokátor, és amikor kezdték tárgyalni, hogy fordul vissza a front meg, hogy gondok vannak, őket lebilincselték, bilincsbe tartották, és akkor kijutott a szó a szőlőbe, hogy baj van, mert patikusék bilincsbe vannak, és Feri bácsi édesanyja azt mondta, fiam, én főzök, légy szíves, kösd be az ökröket, vigye szőlőt, vigye ételt nekik, és lássad, mi a helyzet. És tényleg úgy volt, hogy be voltak zárva a kis szobába, és mondták Feri bácsinak, hogy a WC-re is úgy engednek, hogy csak akkor veszik le a bilincset, és várnak az ajtóba, visszabilincselnek. Kérdezte mi, és azért, mert én hallom, hogy miket üzengetnek, hogy mi történt Ludason, hogy egy zsidó miatt megöltek egy katonát, és fognak jönni, hogy gyűjtsék össze a zsidókat. Te szólj azoknak, akiket tudod, hogy tűnjenek, hogy meneküljenek a zsidók. És akkor így kiment a hang, hogy problémák lesznek. És a zsidók elbújtak úgy magyar családoknál, szintén román családoknál is. Tudok szomszédomat fenn, aki a pincébe három zsidót bújtatott, jó barátok voltak. Velük szembe laktak a rót kisasszonyok. Én megértem őket, mert elmenekültek és visszajöttek Sármásra. Ez két ilyen öreg lány volt, zsidó lány, és éjjel a patikusné ment hozzájuk, és mondta, értesítette, hogy eltűnjenek, valami nagy szörnyűség fog történni Sármáson. És akit tudnak értesíteni, értesítsenek, és tűnjenek el. Na hát máshova nem mert menni, mert itten csak át kellett menni az úton, és
őket nem adták ki, mert hát ugye gondolták, hát két vénlány mit tudnak ezek. De a többieket úgy összeszedték. Na, akit 4-5 emberkét, akit tudtak ők is értesíteni a róték, soha életükben, pedig visszajöttek Sármásra, soha meg nem mondták, hogy hova bújtak el. És lehet, hogy éppen Sármáson valaki elbújtatta, és nem akarták kiadni, vagy hogy annyira megrémisztette az egész ügy. Na, ők szoktak kimenni minden szeptember végén, amikor, hát ilyen táj volt, ha jól emlékszem, pont ilyen borongos, esős idő. Talpig feketével öltözve, hát nekünk gyerekeknek, én olyan 5-6 éves voltam, olyan borzasztónak tűnt, ilyen hatalmas fekete kalappal, így lefátyolozva, ki szoktak menni oda a temetőbe. Radamna Lévi, Orsi Gündinye, Nyadozne Frame, la szokcum nyel, la szokrum nyel, kicsok a másra. Fiekár ján, vinyem, kávé morca is. És vinyem fiekár ján, és vinyem pillanói, és a zsúzni, dám kiej, és aztán pigyő povésni. Da până numai doamnele astea le știu mai bine. Erau din Sărmaș, când avea pe cineva în Sărmaș, care, da, cred că a murit, unde se cunoștea cu dumnealor. Ők Nagysármás zsidó közösségének egy jelentékeny része. 1944. augusztus 23-án egy összegzés szerint Nagysármás területén ekkor 195 zsidó család tartózkodott kényszerlakhelyen, és mikor a magyar-német invázió megindult 1944. szeptember 5-én, és elfoglalták Nagysármást meg a környékét, akkor a zsidóság egy jelentős része elmenekült, de a magyar adminisztráció azon állítására, proklamációjára, hogy a zsidóknak és románoknak nem esik bántódásuk, sokan hazatértek. És a magyar királyi csendőrség, amely a magyar honvédek nyomában vonult be, ez az Ilahi csendőr tanzászlaj volt, amely főleg erdélyi és székelyföldi katonaköteles férfiakból állt. Ők valószínűleg önhatalmulag László százados parancsára megkezdték a helyi zsidóság összegyűjtését, és összegyűjtöttek 126 nagysármási zsidót, többségében nőket, gyermekeket és kisebb rész férfiakat. És hát őket ideiglenesen egy nagysármási pályaőrnek a házában, Johann Popnak a házában szállásoltak el. Itt zsúfoltak össze egy ideiglenes gettóban, és eredetileg az volt a tervük velük, hogy Kolozsvárra szállítják majd őket, és itt átadják a németeknek. Csak hogy időközben egy páncélos százados közbelépésére ez az eredeti terv egy tömeggyilkossággá fajult. Itt Sármáson volt egy 6-7-es magyar világ, mert Sármás akkor a román területhez került, tehát Dél-Erdélyhez, északi. Itt volt pár kilométerre Tusonba, 3-4 kilométerre a határ, elképzelhetik, hogy akkor milyen helyzetek voltak akkor itten. És akkor egyből magyar világ lett, ami sajnos azért vérszemet adott sok magyar emberkének. A nagysármási zsidóságot aránylag napra pontosan tudjuk, hogy szeptember 8-án gyűjtötték össze, és nagyjából egy hétig tartották őket a pályaőrnek a házában. Viszont a kivégzés pontos dátumáról még ma is van vita. A legvalószínűbb, hogy szeptember 16-áról 17-ére virradó éjjelen került sor. És legalább ennyire kérdéses az is, hogy pontosan hogyan merült fel a kivégzés ötlete, és miért történt meg egyáltalán. Mátyási Miklós századost, aki a kivégzést elrendelte, a háború után Budapesten egy népbírósági perben 1947 és 48 között kihallgatták, és ő több más mellett azt állította, hogy a kivégzés az ő saját személyes ötlete volt, és hosszasan kellett győzködnie a csendőrparancsnokokat, míg végül hozzájárulásukat adták. Ennek ellenére a csendőrparancsnokok saját hatáskörben indították útnak a zsidókat, ehhez környékbeli román szekereseket tereltek össze, és 12 szekeret, minden szekeren ült egy csendőr, és elindították őket Kolozsvárra. Ugyanakkor Mátyási százados egy kisebb katonai kontingenssel utánuk vonult, és a zsidókat lényegében erőszakkal ezen a helyszínen tartotta, amíg megszervezte a konkrét kivégzést. Itt megint egy legenda kering, hogy napokig zengett az a hegy. És akkor én azt kérdeztem az ilyen történettudósoktól, hogy tulajdonképpen két hét szörnyű kínzatás után, elcsigázva, elnyomorultva az a szerencsétlen népség. Vérző sebekkel, főddel a szájába, könyörgöm, hogy tudott az ordítani,
hogy sírás és nyöszörgés hallatszott, ezt édesanyám mondta, hogy miután betemették őket, tehát föld volt dobva rájuk, hogy hallatszott még a nyöszörgés a föld alól, az igaz, de hogy üvöltések, meg nem tudom mi, hogy zengjen ott az egész oldal, mert ezt kezdte el az egyik hazafi, hogy hát napokig halsz ott. Na, ez is csak egy ilyen mellékbeszélés. Ők helyi zsidók voltak, jó részük kereskedő, az ők gyerekeik, feleségeik. A legfiatalabb áldozat az mindössze 1 éves volt, a legidősebb pedig egy 83 éves aggastyán. Egy 126 személyről beszélünk, 69 személy volt, aki különféle helyeken bujkálva élte túl a kivégzést. Amikor megfordult a front, akkor csendőrök elmentek, jöttek az oroszok. Ők a Varga család, két kis alacsony emberke, 3 gyereke, a gyerekeket kiküdték Magyarországra, kiszabadították. Neki Kolozsváron is volt egy óriási nagy lakásuk a magyar nagykövetség körül, és azt hirtelen átadták valakinek, és itt megbeszélték egy másik családdal, Kolozsváról, hogy fognak találkozni a Kamarási erdőbe, és megszöknek, hogy ne legyenek itt, amikor fog történni a zsidós probléma. Kimentek az erdőbe, várták őket, nem jött értük senki, és visszafordult a patikus bácsi, vitt ki magának mérget, morfiumot, és felmentek a Vincellérházba, bevették a mérget, bebalzsamozták magukat, és ennyi volt. Volt egy második zsidócsoport is, akiket az első kivégzése után gyűjtöttek össze. Ez 42 főt számlált, és marosludasi és nagysármási zsidó menekültek voltak, akiket a nagysármási iskolának az épületében szállásoltak el. És az ő szerencséjükre Mátyási százados egység ekkora már visszavonult az észak-erdélyi magyar határok mögé. Így őket egy magyar katonai alezredesnek, újházi alezredesnek a közbenjárására sikerült megmenteni. A teljes nevét a sajnos nem tudjuk. A régi református iskola, tehát kollégiumnak mondták akkor, az 5-8, az 1-8 osztályos iskola itt szembe. Na, itt voltak az utolsó 2 hétben aztán vallatva a zsidók. A 2 tanterem itt a templom felől meg lehet nézni, hogy hol volt. Ahova bivottak zárva, egy marék szalmán, meg ott étlen szomjan, meg a saját ürülékükbe ott senyvedtek. Na, ott voltak. A túlsó része pedig így, ahogy megy átellenbe, tehát a szemközti részébe, oda hordták át aztán vallatni őket. Ők az édesanyám öccsei, Timsa Gyuszi és Timsa Sanyi 14-16 évesen vállalták azt a rizikót, hogy a vallatás alatt levő zsidó emberkéknek ott vizet és élelmet tudjanak belopni. Viszont ez csak úgy, hogy jöttem és hoztam, nem lehetett csinálni, hanem bejátszották azt, hogy dobálták az ablakot, hogy büdös zsidók, meg minden, és akkor, ha betört az ablak, akkor azon a résen lehetett belopni egy darabka kenyeret és egy kis bort. Persze ez is kitudódott, ugye az árulók mindig is voltak és lesznek sajnos, és ezért óriási verést kaptak. Nagyobb büntetést nem mertek, mivel hogy kiskorúak voltak, ugye 14-16 évesek, de azért napokig nem tudtak lábra állni a verés miatt. A csendőrök. Ezt tényleg a csendőröktől kapták. Ebben a történetben vannak egyaránt tettesek és áldozatok is minden egyes közösségen belül. Tehát úgy a magyar, a román, mint a zsidó közösség az nyilván az teljes egészében áldozat. A magyar közösségen belül is voltak tettesek és áldozatok. Tehát az kétségtelen, hogy a zsidó lakosság összeterelésében felfegyverzett magyar gárdisták működtek egyre a csendőrökkel. Nem ismerjük őket mind név szerint, nem is feltétlenül ez a lényeg. Ugyanakkor az is tény, hogy az összegyűjtött zsidókat voltak, akik segítették élelemmel, meg különféle módokon, és az is tény, hogy mikor 1944 őszén visszatért a román adminisztráció,
akkor többen voltak, akiket igazságtalanul vegzáltak, és emiatt egyébként volt a faluban három öngyilkosság is, akikről már beszéltünk, az Varga Gyula, Lajos patikus és a felesége, és ezen kívül pedig volt még egy másik nemzetőr, meg többen elhagyták a falut. Úgy szintén voltak a románok között is áldozatok. Öt helyi román lakos deportáltak a magyar csendőrök és katonák Németországban, akik soha többé nem tértek haza. És hát igazából ez egy ilyen ellenségeskedés szült a két etnikum között, magyar és a román etnikum között, amelynek igazából kihatásai még a mai napig is vannak. Ez a mentalitás aztán így berögződött, hogy amiről nem beszélünk, nem létezik. A magyarság azért nem nagyon feszegette, mert akkor mindjárt, hát persze, mert unguri, hogy nem tudom mi, ugye? A jobbnak látták, ha nem beszélnek róla. A románság, ha elkezdte, akkor így annyit visszaszóltak, hát ott voltál, láttad. Na, hát, de a sához össz, nem tudom ki. Na, hát ezt lenyeltük, ment az élet tovább. Sajnos, periódikusan előveszik ezt a témát. És szemben az államszocialista időszakkal, amikor a sármási vérengzésnek az emlékezete az igazából a román és a román-magyar emlékezett politikai harcnak volt a része, tehát ebből az emlékezett politikai harcból kellene kiemelni, illetve ezt kellene átlépni, túllépni ezen, és igazából magának az emlékezetnek a központjába ténylegesen is az áldozatokat kellene helyezni. Az, hogy hogyan emlékezünk egy-egy elpusztított közösségre, annak több módja is van, tehát amint említettem, van emlékmű, de ezzel nem lenne muszáj megelégednünk, tehát van továbblépési lehetőség, számos nyugat-európai példa van arra, hogy botlatóköveket helyeznek el, vagy akár kisebb emléktáblákat helyeznek el a zsidó lakosok korábbi házaira, lakóhelyeire. Ami pedig ugyancsak fontos, azaz, hogy maga a történész szakma részéről is készüljenek szakszerű, és ezekből az emlékezett politikai harcok, ezektől az emlékezett politikai harcoktól távol álló elemzések. Erre van is példa, maga Kovács Szabolcs az, aki nem is olyan régen írt egy nagyon, nagyon fontos és nagyon megalapozott monográfiát az eseményekről. Tulajdonos örökösei nem is akartak hallani, tudni, ameddig nem mentünk el, és megkerestük őket, hogy némi a helyzet, és vissza lehet igényelni az épületet. Azt mondták, hogy nem is akarunk hallani Romániáról, hogy ilyesmiket állítottak szüleinkről. Sőt, ők segítettek-e falunk kereszt egy egész községen, úgymond, mert annak idejében gyógyszerésznek lenni, iskolát végezni, mind a kettő az volt. Mind a kettő gyógyszerész volt, és ez nagyon rosszul esett nekik, de csak rávettük, hogy visszaigényeljék, és felhatalmaztak. És tényleg voltak olyan helyzetek, hogy azt mondtam, hogy nem létezik ilyen, hogy még most is ebbe a században ilyen rosszfélek és ilyen gonoszak legyenek az emberek. Ameddig törvénykeztünk is, volt történelem tanára, amelyik papír küldött be, hogy háború bűnösök voltak. Hát a köztudatban le lett folytva elsősorban. Ez annyira tabu téma lett, hogy nemhogy nem beszéltek, nem mertek beszélni róla. Néhányan vagyunk a második generáció, akiket érdekelt, és akiknek a szülei el is mondták, vagy akik ténylegesen objektíven részt vettek, mert ugye az objektivitás azért a történelemben ez nagyon hadilábon áll. Most 1945. február 21-én a kivégzett zsidókat, akik ott fenn voltak eltemetve, szovjet katonai tanácsadó jelenlétével, meg a zsidók hitközség kiküldöttjének a jelenlétével exhumálták, és 1945. február 22-én temették el őket, a zsidó szertartás szerint, tehát izraelita szertartás szerint, és az itt látható temetőben hantolták el. És az államszocialista időszakban rendszeresen voltak itt megemlékezések, 1990 után tudtam, hogy ez már teljesen feledésbe merült, és mostanában azért zárják a temető kapuit, mivel rendszeresen vandalizálták a sírokat, horogkereszteket festettek fel rá, meg ehhez hasonló jelképeket. Tapé gyemult. Gyelám kura cűz,
Jaj, odată și să vegeți că vine cineva și o scris ceva prostii în spate pe gard. Și-o luat la răspundere pe omul meu. Că de ce nu are grijă? Păi câte mașini vineau aici în drum și oprește, se ducea la cimitir, nu a putut sta în drum ca să vadă. No. Și-o fost de la Cluj, a fost și de la primărie a venit și apoi o șters și-o fost scris pe gard. Când miután elkészül a film, akkor kimenni és ott levetíteni a helyszínen, akár úgy is, hogy nem tudom, meghívni hát Szabolcsot mindenképpen, hogy legyen ott, és hát célzottan meghívni a helyi református lelkészt, ugye azt hiszem, hogy református közösség van ott, akár még a helyi tanácsosokat is, gondolom, hogy van RMDSZ-es helyi tanácsos is, meg az embereket is, és mi alakul ki mondjuk a vetítés után, milyen, kialakul egy beszélgetés, vagy lesz-e valami hatása ennek?